Még csak most tanulnak korcsolyázni a gyerekek, ezért óvatosan közlekednek a jégen. De nem csak az óvodások körében népszerű a városi jégpálya, az idősebb korosztály is szívesen használja ki ezt a sportolási lehetőséget. Az idei nyitvatartás igazi sikertörténetnek számít, ugyanis már fogadni tudták a 30 ezredik látogatót. Igazából én nagyon kicsi korom óta korcsolyázok, azt hiszem 7 éves voltam, amikor elkezdtem. Ugye ez a jégpálya még más se volt épülve Nyíregyházán, hanem a Continental Arena melletti jégpályán kezdtem korcsolyázni. És nagyon-nagyon szeretem ezt a sportot, ugyanis engem nagyon-nagyon megnyugtat és nagyon kikapcsoló számomra. A jégpálya annyira népszerű, hogy a tervek szerint idén köszönhetik akár a 60 ezredik látogatót is, akit majd a Decathlon ugyanúgy megajándékoz, mint a 30 ezredik korcsolyázót. Úgy gondolom, hogy ez a jégpálya egy óriási űrt töltött be már a város szívében, hiszen rengeteg fiatal, illetve hát minden korcsoportból nagyon-nagyon sokan fordulnak meg a jégpályán. És éppen ennek az apropójából gondoltok úgy, hogy szeretnénk, hogyha valamiféle kis aprósággal tudnánk kedveskedni a látogatóknak. Ezért gondoltuk, hogy a 30 ezredik ide tévedő embert megajándékozzuk. A csomagban amúgy mindenféle ajándékot válogattunk össze, nyilván főleg jégkorcsolyával kapcsolatos kis kulacs, korcsolyápolók, illetve mindennapos dolgokat. A november elejétől folyamatosan kiváló minőségű jéggel üzemelő városi jégpálya a téli szünetben közel 100%-os kihasználtsággal működött. Egyértelműen a fiatalok gyűjtőpontjává vált a jégpálya. Esténként a középiskolások százai rohamozzák meg a jegypénztárainkat, és nagy nyugalom számunkra az, hogy a szülők is biztonsággal engedhetik el őket ezekre a rendezvényekre, mert a biztonságőrök és a jégpálya és a sportcentrum személyzete teljesen jól felügyeli a fiatalságot, és egy jó sportolási lehetőséget tudunk nekik biztosítani. A korcsolyázni vágyók számára március végéig elnyitva a városi jégpálya, a szezont pedig egy hatalmas jégolvasztó bulival zárják majd.